Amiért most itt összegyűltünk, az az, hogy a geomerülések sorozatnak a következő epizódját fölvegyük, ami Norvégia lesz, mert ez az egyetlen ország, amit én tudok leoktatni. És hát reméljük, hogy majd a profik aktivizálják magukat, ugye eddig Vince és Bakony tartott egy-egy ilyen sessiont, ahol egy-egy országot, vagy annak egy részét leoktatták, és ezek sokkal mélyre menőbb oktató videók, vagy oktató anyagok, mint amiket általában szoktunk csinálni a streameken, mert nyilván ráfókuszálunk egy országra, vagy egy régióra, úgyhogy sokkal több mindent meg tudunk beszélni. És alapvetően az a terv, nekem az az elképzelésem ezzel a Norvégia előadással, hogy néhány támpontot adjak minden egyes régiójára az országnak, ami néha kisegíthet. Nem fog mindig kisegíteni, de sokszor kisegíthet. Úgyhogy ha készen állsz, akkor kezdhetjük. Kezdhetjük. Jó, láttok, hallotok? TikToktól is kérdezem, hogy lát-e és hall-e, és akkor nyomjuk. Szóval a képernyőn Norvégiának az útszámozási logikája. Ugye Oszló itt van az alján, ott van alatta az 1-es, Inlandet nagy része az 2-es, meg Oszlótól nyugatra, és aztán a 3, 4, 5, 6, 7, 8 az így, hát óramutató szerint megy délről északra gyakorlatilag. Ez a fehér utakra vonatkozó logika, tehát hogyha bezumolunk egy random útra, most itt kikapcsolom amint engedi, akkor ezek a fehér útszámok, amik így vannak jelölve, ezekre vonatkozik. Tehát itt most ugye a 4-esre zoomoltam rá, itt már 5-ös lesz, 6-os az itt Ólesund környékén, 7-es Trondheim, és 8-as az itt fönn északon. Van egy-két 9-es út, a 90-es az itt van valahol, itt van a 91-es Tromsőnél, tehát az nem annyira követi a logikát, illetve a legfontosabb kivétel az a 17-es út, ami pedig Trondheim fölött indul el, a teljesen indokolatlan módon. Tehát itt ugye 70-es utaknak kell lennie, de valamiért a 17-es az itt megy föl, és egész sokáig megy egyébként föl. Ez az egyetlen egy kivétel alóla. De ez nagyon fontos, ugyanis gyakran az utakon van egy olyan tábla, ami mutatja, hogy melyik úton vagy. Tehát így, hogyha egy ilyen fehér táblát látsz útszámmal, vagy számmal, akkor kb. Rögtön be is zoomolhatsz a helyes régióra, akár rögtön az 5K-t is berakhatod, mert van, hogy az ember tudja, hogy az ötösök hol vannak, láthatod, hogy mennyire hegyes, nem hegyes, és bezumolsz, és megvan. Úgyhogy ez a legfontosabb meta, ezzel akartam kezdeni. Oké. Második legfontosabb meta a Rovátka meta. Norvégiában hát az utak általában úgy néznek ki, mint mindenhol máshol, most itt nincsen semmilyen minta az úton, ez a nincs Rovátka fajta, és ez általában délen van, de látszik, hogy azért így északra is látunk olyan utat, ahol nincsen semmilyen mintázat az aszfalton, és mutatok egy olyat, ahol van, és egy viszonylag északi példát mutatok, na ez az. Tehát vagy az út közepén, tehát a két nyomvonal között félúton, vagy pedig akár a külső záravonalon kívül is még ilyen vonalkák vannak az úton. Ezt én Rovátkának hívom. Ez kb. Félbevágja az országot, tehát itt most látszódik, hogy itt 200 helyszínt generáltam le és néztem végig, ami nem sok egyébként, de azért elég jól látszik, hogy a rovátkások vannak északon, a nem rovátkások meg délen, és azért van átfedés, főleg Trondheim környékén, meg vannak kivételek is, hogy rovátkás út van délen, de azért egy olyan 90%-ra megbízható meta ez, hogy a rovátkás utak azok északra vannak. Mutatok még egy-két példát. Ez például olyan, amikor a két nyomvonal között vannak ezek a kis csíkozások, és azért eléggé, tehát még bezumolás nélkül is látszik, most mondjuk ugye piciben van a képernyő, de még NPC-ben is ez segíthet. Akár az ország felét meghatározni, hogy melyik felére kell menni, mert nagyon jól látszódnak ezek a rovátkák, főleg északon. Nem mutatok egy nagyon max északit, tehát így látszik, hogy nem tudom, tízesével vannak akár. Úgyhogy ez egy hasznos meta nagyon. Ez nekem eddig eléggé konzisztensen működött. Igen. Trondheimtől mondjuk választóvonalnak. Igen. Eddig valahogy mindig bejött. Igen, találtam ellenpéldát, meg tehát egyre kevésbé bíznak meg ebben a pro játékosok amúgy, de hozzáteszem, hogy ezt a Norway Research-on, tehát a Discord szerveren kívül senki nem ismeri, tehát
A World Cup-on volt olyan kör, ahol volt Rovátka és délre tippelt valaki, pedig nem lehetett ott, vagy hát nem volt rá nagy esély, hogy ott lesz. Tehát ezt nem sokan ismerik, ezt a metát, és emiatt azért nagyon hasznos tudni. Oké. Okay. Copyright meta. Ezt is elég hamar le fogjuk zavarni. 23 és 24 elsősorban a déli részén van az országnak. Egyre több lesz északon, főleg, hogy egész Finnmarkot, ami a legészakibb megye, felvették idén tavasszal, úgyhogy az majd idővel jönni fog, és annak nyilván 24-es lesz a copyrightja. De egyelőre azért ez is ilyen 90%-kal működik, hogy 23-as és 24-es negyedik generációs felvétel az elsősorban Trondheimig bezárólag van délen. Úgyhogy, ja, ez is még egyelőre viszonylag konzisztens. Ezt például én nem szoktam már nézni. Tehát én a rovátkákat nézem, de a copyrightot már nem szoktam nézni, hogy ne verjen át. És akkor mutatok még egy hasznosat, ez az őszi coverage. Itt kigeneráltam, nem is tudom mennyi ez, 1000 vagy 2000 helyszín. Ja, 2000 helyszínt kigeneráltam, és bejelölöm a szeptember-októbert, és az látszódik, hogy hát elég sok helyen van, viszont ahol délen van, ott, na most még pont egy rossz példát jutottam meg, de az általában fenyők vannak, látod, örökzöldek. És emiatt nem fogod érzékelni azt, hogy őszi coverage van. Na most mondjuk vicces, hogy 4 példából 3 olyan volt, ahol érzékeled, hogy őszi coverage van. De alapvetően egyébként ez a rész, ez az Illandet, ez inkább mostanában téli coverage szokott megjelenni, negyedik generációban, és az ősz az nem annyira gyakori, és azért ősszel elsősorban ide kell jönni Trondheim fölé. Mert itt sokkal több, arányaiban sokkal több a lombhullatófa. Itt azért az látszik, ez ilyen nagyon, nagyon szép őszi felvétel. És délebbre meg inkább a fenyők jellemzőek, amik meg rögzöldek, és azért nem látszódik, hogy mennyire van ősz. Úgyhogy ezt például én sokkal jobban használom, mint kéne. Az őszi coverage-et ide Trondheim és Narvik közé rakom. Van máshol is, de ez egy nagyon megbízható dolog szerintem, ez az őszi meta. Na, ezek az ilyen általánosak, amik így az egész országra vonatkozóak, és akkor van egy olyanom, hogy alapok, és azért néhány kukametát azért összegyűjtöttem nektek a végére, de ezen nagyjából végigmegyünk minden egyes tegen, mert ezek olyan meták, vagy ilyen klúk, amik egyes régiójára jók Norvégiának. Előtte még egy fontos dolog van, ez az útdefiniáló tábla. Ez a főleg vidéki utak mellett gyakran van, néha szalakorláton, néha meg csak úgy magában egy oszlop így az út mentén, vagy miért arra is mutatok példát, de ez azért hasznos, mert rá van írva, hogy melyik úton vagy. Tehát ez az R616-os út, ami a fehér út, és hogyha bezumolok rá, akkor ez a 616-os út. Ilyet pici földutakon is találsz, meg főutakon is találsz, néhány példát gyűjtöttem, például nagyon vicces, hogy itt az E6 mentén, itt északon, itt kb. Kilométerenként van egy ilyen, és akkor ott látszik, hogy E6, vagy nem tudom, lehet, hogy egy közelebb megyek, még jobban látszik. Nem? Akkor nézzük meg ezt. Na, itt látszik, hogy E6. E6. Tehát ide a tetejére ki van írva, hogy melyik úton vagy. És nyilván ez movingban így azonnal ingyenes a kör, hogyha egy ilyet találsz. Nem túl gyakoriak, de ha véletlenül van, akkor az így free. Amit viszont nem szabad keresni, azok az FV-s utak, a Filkevej utak, amik általában a térképen is úgy van írva az útnak a neve, hogy FV valami, azokat nem lehet megtalálni, mert az így nincs ráírva az útra. Tehát az egy, aha, mint hogyha neve lenne az útnak az, hogy FV 564, és az semmilyen logikát nem követ, mert ugye a Filke az a norvég megye, tehát az azt jelenti, hogy megyénként akár lehet duplikáció is az utakban, tehát azt nem szabad keresni. Jaj, értem. Úgyhogy ez fontos. Jó, ezt akartam még itt megmutatni, és akkor ezt már én ki akartam törölni, ezt a 8 sziklás tengerpartot, ezt ki is törlöm, ezt hagyjuk is. És akkor bolárdok. Ugye van a standard norvég hóbolárd, ugye nagyjából a felső egyharmadánál van a tükröződő csík. Ez az országban bárhol lehet, ez egy tök jó példa itt, tehát hogy tényleg egy egyharmad, 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 vagy egyharmad, kétharmad arányban osztja meg az oszlopot. Ez a standard. És ezzel szemben van az északi bolárd, amire látod, csak itt találtam példát északon, ahol meg inkább kb. A felénél, vagy picit a fele fölött van a tükröződő csík.
mutatok még másik példát. Itt tök jól látszik, hogy konkrétan félbevágja. Példa van. Aha, Igen. jó. Vagy egy picit a fele fölött van. Tehát, hogy semmiképp sem egyharmad, kétharmad, hanem egy kicsit közelebb van. Hát erre rá kell kicsit érezni, de Mert ez működik. látszik egyébként. Igen, igen. Azért És észrevehető. olyan is van, azt hiszem, ahol majdnem az alján van inkább már, tehát hogy fordítva, na itt például van egy ilyen, hogy Aha. ez már inkább alatta van, a fele alatt, ez már teljesen el lett baszva itt. Szóval ez az északi bollard, ez is ilyen Moirana környékétől északra bárhol lehet, ez az északi fajta. De a normál fajta is van északon, tehát itt látod, azért találtam normált is északon fönn. Úgyhogy nem lehet kizárni az alapján, hogy déli találsz, nem lehet kizárni az északi részt, mert az lehet bárhol. Oké, okay, ez a leghasznosabb ilyen bollard meta. A következő az a fekete oszlop, ami így néz ki. Általában egy, de akár két tükröződés lehet rajta, arra is van meta, de azt inkább hagyjuk most. Ezt általában Ólesund és Trondheim közé kell tippelni, tehát mondjuk 85%-ban itt van, de ha megnézed, találtam egy példát itt max délen is, és találtam egy példát max északon is. Szóval ez nem annyira megbízható, mint az északi bollárdos, de mondjuk egy 80-90%-ra megbízható. Mondjuk itt, hogyha a max északinál, meg a max délinél a tájat összehasonlítjuk, azért ott jelentős különbség van. Igen, 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 tehát azért ez itt már majdnem tundra, és igen. Hát itt meg ugye azért eléggé erősen ilyen tajga növényzet van a fenyőkkel, szóval igen, van különbség. Meg nyilván a délet azt azért más alapján is meg fogod tudni állapítani, csak azért mentettem el direkt ezt, mert ellenpélda, és azért fontos, hogy ne automatikusan ide zoomoljon az ember, hogyha fekete oszlopot lát, mert nem biztos, hogy ott van. Úgyhogy az így, legyünk tisztában vele. Jó, a következő oszlop, az utolsó ilyen oszlopunk, az a Senja oszlop. Senja az ez a sziget, ami itt van Tromsø alatt. Ez. Itt gyártják ezeket az oszlopokat, és ezek zöld színűek. És ezt gyakorlatilag csak Senjában, és attól így észak-keletre, tehát így Finnmark egészében lehet. Nem túl gyakori látvány, de hogyha zöld oszlopot látsz, az csak itt fönn van. Úgyhogy ez így néz ki. Ez például hasznos. Ez volt az a meta, amit Debre ellen én tudtam, ő nem tudta, de mégis eltalálta a szigetet. Úgyhogy, ja. Ez a Senja bollard. Az E6-on is van egyébként, de olyan hülye vagyok, mert kitöröltem azt a helyszínt, és nem találtam meg az utat. Alapvetően amúgy tudni kell a hóbollárdokról, hogy nem túl gyakori látvány. Tehát azért nem nincs minden úton. Itt jó pár órát eltöltöttem ezeknek a példákkal, és nem csak én, mert a mennyasszonyom is segített. Kerestük a bollárdokat, és hát mennyit szedtem össze? Összesen kicsit több mint 40-et. Tehát nem túl sokat, így nem tudom, 3 óra alatt. Egy kis közös program. Igen. Ja, ezek voltak az oszlopok. És akkor megyünk ilyen régió-specifikus klúkra. És hogyha van bármivel kérdés, vagy komment, akkor nyugodtan mondom úgy. Rendben, rendben. Jó. Eddig tiszta sor. Oké, okay, iszom egy kortyot. Voltak már olyanok úgy is, amit már korábbi, esetleg a Norvégia tanulós videóból tudtam. Igen, egyébként úgy csináltam ezt meg, hogy a Plonkit guide-nak a nagy része az benne van. Van egy-kettő, amit direkt kihagytam, mert szerintem hülyeség, és van egy-kettő, ami meg annyira nincs, hogy azért hagytam ki, de van egy-két olyan helyszín is van. Azt hiszem egyébként pont ez a helyszín, ez a Plonkit guide-ról van, ez a táblácska. Szóval nagyjából a Plonkit guide az benne van ebben a kis előadásban. Na kezdjük, fehér házak. Alapvetően, hogyha ha NMPZ-ben csak fehér házat látsz, az egy ilyen déli dolog, vagy ilyen délnyugati tengerparti dolog. Hát itt például csak fehér ház van, Stavanger környékén nagyon jellemző még, de itt még Bergenben is találtam olyan utcát, ahol csak fehér házak vannak, és ami engem kiborít, itt direkt távolról fotóztam le, hogy azért látszódjon, hogy mennyire sok fehér épület van itt Ólesundban. Nagyon, nagyon sokszor megszivatott már Ólesund, hogy Kristiansandot mentem, mert hogy fehér házak és sziklák, és Ólesund volt. Tehát itt kb. Eddig bezárólag vannak a fehér házak, ez egy ilyen déli meta, itt is azért távolról is látszik, hogy túlnyomó többségében fehér épületek vannak.
Úgyhogy ez nagyjából megbízható, de a tengerparton kb. Végig ez van, úgyhogy sokat azért nem segít. Hasonló meta a kőfal, ami alatt én most ezt az ilyen nagyobb szikladarabokból kiépített kőfal dolgot értem. Ez is, ezt most vegyük külön, ezt mindjárt mutatom, hogy ez miben más. Ez is egy eléggé déli meta, tehát Bergen fölött nem sok ilyet látni, nem is találtam rá példát. Egy eléggé jó déli meta. Ami viszont fontos, hogy Stavanger alatt vannak ezek a mezőket elválasztó kőfalak. És ez viszont nagyon, nagyon jó erre a régióra, tehát itt Stavanger környékére, meg erre a félszigetre jellemző itt. Úgyhogy ezt így külön venném, itt azért elég sok példát látni erre. És most volt is valamelyik nap a déliben volt egy ilyen kőfal, és így instant lehet 4900 pontot csinálni egy ilyen tippel, mert ez kb. Csak itt lehet. Úgyhogy ez egy kicsit másfajta kőfal, ez csak itt Stavanger környékén van. Csak Stavanger. Igen, úgyhogy ez hasznos. Van egy-két ilyen város specifikus dolog, amit kigyűjtöttem. Először is az Oslo matrica. Ugye ez a fekete-piros matrica a villanyoszlopokon, meg lámpaoszlopokon. Ez csak Oslo. Ez úgy is előfordulhat, hogy piros-fekete-piros, meg olyan is van, hogy csak egy piros, meg csak egy fekete. Tehát ez egy kombinációban van, de ilyen matricák Oslóban vannak. Itt van egy másik példa, az is ugyanolyan igazából, csak egy tök másik városrész. Ez a számozás rajta az jelent valamit? Még nem, ezt még nem tudom. Nem néztem utána igazából. Nagyon ritka. Tehát eleve az, hogy szabadon menő kábel Norvégiában az nagyon ritka. Általában a földben mennek a kábelek. Úgyhogy emiatt a villanyoszlopokra nem érdemes ráfeküdni, mert így a köröknek a 95%-ában nem fogsz villanyoszlopot látni Norvégiában. Milyen programmal tudod ennyire szépen parametrizálni a térképet? Ez a Mapmaking App nevű szoftver. Ingyenes szoftver, Discorddal lehet használni. Csak jött egy kérdés, úgyhogy gyorsan válaszoltam rá. Szóval ez az Oslo matrica. Stavangerben is van hasonló matrica, ott két piros csík van rajta. És ez nem villanyoszlopon van, hanem lámpaoszlopon. Itt van egy másik példa, ez ilyen kicsit bordósabb. És itt van mondjuk egy harmadik, ez is lámpaoszlopon, de tök különböző a két lámpaoszlop, ha megnézed, tehát így nem is hasonlít egymásra a teteje. Tehát ez alapján van egy-két lámpaoszlop, mert mindjárt mutatok is, de például a Stavangerben teljesen megbízhatatlan, tehát ott nincs ilyen. De a két matrica az megvan azért. Aha. Jó. Oké. Megyünk át Bergenbe. Bergenben kétféle meta van, és az a jó, hogy mindkettő zöld színű. Az egyik az nagyon híres, ez a... nem ez. Ez. A zöld tűzoltó kiállás. Ezt szokták tudni az emberek. És a másik az pedig a ilyen lógó zöld lámpabúrás oszlop. Vagy nem oszlop, hanem lámpa. Tehát ez a kifeszített kötélen lógó lámpabúra. És az is zöld színű. És az azért tetszett ez a helyszín, mert így egy helyszínen van a tűzoltó kiállás és a lámpabúra így egy képben. Ez új. Igen, ezt nem tudtad? Nem. Nincs máshol ilyen zöld cucc, úgyhogy ez hasznos. Persze nagyon városi Bergen, egyébként az egyik legkönnyebben felismerhető város szerintem Bergen. A nagy hegyek miatt, amik így körbeveszik. De ez ettől meg teljesen free. És a következő ilyen, az Ólesundi fehér lámpa, ami nagyon hasonlít a Bergenyre, csak fehér színű. Ez is így ki van feszítve, és így ilyen lámpabúra, és fehér lámpabúra. Ez az Ólesundi. Itt van egy másik példa. Ez se rossz, főleg mert szerintem Ólesund az viszonylag nehezen felismerhető városi Ólesund, az szerintem sok minden össze lehet keverni. Én Trondheimmel is összekeverem, Tromszővel is akár, szóval trükkösebb. És ami még városi meta, ez az én metám, ugye ezt én fedeztem fel, úgyhogy erre vagyok a legbüszkébb, ez a trondheimi fák körüli fémkorlát. Ez csak Trondheimben van, legalábbis én még máshol nem láttam. Úgyhogy most vicces, mert a legutóbb, amikor játszottunk ilyen Urban Norway-t,
ott pont nem volt, de mégis kitaláltam Trondheimet valamiből, de ott nem volt ilyen, úgyhogy vártam, hogy legyen, de nem volt. És ez is konzisztens, és sok is van egyébként, tehát a legtöbb fa körül van ilyen cucc. Talán a legutóbbi, ami Trondheimben volt, ott nem az volt, hogy egy Gen 3-as coverage volt, és pont a nem is tudom, talán a Trondheim egyetemen? Igen, igen, igen. Valami ilyesmi. Nekem Trondheimnél nagyon sok ilyen parkos hely van most, hogy bekattintunk, aha, akkor valahogy nagyon zöld, vagy így Oszlóhoz képest, hát tudod, tele van fával, meg ilyen uh-huh, sétáló utcákkal, így azt a vibe-ot adta nekem, azért kattintottam oda. Uh-huh. Most még pont a Sikátorba sikerült kattintanom, de így nem tudom, nekem zöldebb egy kicsit, mint Oszló, és azért volt uh-huh, meg. Azt hittem, hogy itt a Generation miatt. Nem tudom, hogy így, mennyire maradt ez még fent, régebben volt egy ilyen, van ilyen szállóige, hogy ha Gen 3, akkor Trondheim. Aha, van is egy ilyen tegem amúgy, hogy Gen 3 szigetek, az ugye itt van Trondheim mellett. Ezek is teljesen ingyenesek, ezek a körök. Ez a Hitra, meg a Smül a sziget. Ami nagyon vicces ebben, hogy már ez nem teljesen valid, mert itt van egy út, ez a 714-es, ez már megvan Gen 4-jel. És ez így végigmegy Gen 4-jel, és átmegy erre a szigetre is. Uh-huh. Ez már Gen 4. Úgyhogy már nem teljesen igaz ez a Gen 3, ez szerintem full új coverage amúgy, ez a 714-es uh-huh, út. De ja, ez a Gen 3 szigetek, ez még működik. Alapvetően harmadik generáció nagyon ritka, de főleg városi körökben amúgy előfordul. Meg eleve, hogyha megnézed a coverage-et, egy csomó város csak így félig, vagy egyáltalán nincs felvéve. Tehát itt van mondjuk egy falu, mondjuk ez nagyon pici, uh-huh, de olyat akarok keresni, ahol így tök nagy város, de semennyire nem ment be a Google Auto. Hát most itt mondjuk olyanokat találok, ahol bement. Tehát ritka az, hogy a városok utcáit is felveszik, hanem csak így a főútvonalon végigmennek, aztán annyi. Uh-huh. És emiatt sok olyan van, ahol vagy Gen 2-ben, vagy Gen 3-ban megmaradt egy-két utca egy-egy ilyen városban. Aha. De alapvetően igen, a Trondheimet érdemes tippelni, hogyha a harmadik generációt lát az ember. Csak azért ne ész nélkül, de ez egy működő dolog. Jó, és akkor most megyünk olyan metákra, amik kicsit földrajziasabbak, és ilyen régiókat bontanak le. Kezdjük a fehér mohával, amit én amúgy a Plonkitről tanultam. Ez nekem ismeretlen volt előtte. Ez az ilyen fehér, nem is tudom, ilyen penészre hasonlító cucc amúgy. Nagyon brutál. Uh-huh. Itt is azért elég szép példák vannak. Ez itt Inlandetnek is csak a szélén, tehát már majdnem Tröndelag, ami ez a megye itt. A kettő, uh-huh, kettő határán Inlandetben jellemző. Én nekem ez még nem nagyon jött elő játékban, de működik. És egy csomó példát találtam. Erre nem sok időt szántam, de egy csomó példát találtam rá, szóval ez létezik. Ez a fehér uh-huh, moha-szerű növény. Aztán... Jó lett volna innen egy, nem is tudom, talán egy héttel, két héttel ezelőtt. Igen? Mert én kaptam, csak én nem tudtam belőni, és én eléggé északi részt mentem rá, úgyhogy... Aha, igen. Vesztettem is miatta. Jaj, ez csak itt. Máshol én nem láttam. Jó, itt a következő... Azt hiszem, hogy az almafa az már Bergen, nézem, hogy valami logika alapján menjünk körbe. De uh-huh, lehet, hogy hát még ugye a rozsdás talakorát az még egy nagy régiót jelent, lehet, hogy azt előrébb veszem. Uh-huh. Ugye a rozsdás szalagkorlát alatt így ezt értjük, hogy rozsdás a szalagkorlát, tehát nagyon nem lehet ezt túl bonyolítani. Ez gyakorlatilag a tengerparton végig van, és kb. Hát még itt északabbra is van, találtam rá példát, de azért északra uh-huh, annyira nem jellemző. Ez kb. Úgy működik, mint a fehérházas meta amúgy, tehát hogy így tudod, hogy nagyjából fúj a szél, meg sós víz van, és így kikezdi a fémet, és, uh-huh, és így tudod, hogy tengerparti dologról lesz szó. Úgyhogy ezzel annyit csinálj, hogy ne tippelj belőre nyilván az ország közepére, mert ott nem lesz ilyen. Uh-huh. Ezt akartam ezzel. És mi volt? Mi van még itt? Jó, szerintem ez így még jó. Még van egy déli meta, ezt előrébb húzom. Az a pöttyös záróvonal.
amikor ilyen pöttyökből van, tehát nem festve van, hanem ilyen pöttyös cucc van, ez egy ilyen déli meta. Trondheim fölött egy példát találtam rá, főleg fő útvonalakon, tehát a zöld útvonalakon lehet találni ilyet. Fehéren talán nem is találtam példát fehér útra, ahol ilyen van, de ez egy eléggé megbízható déli meta. Annyi, hogy most az egyik ilyen vörös szalagkorlátos helyszínen, mintha láttam volna itt. Igen. Ilyet. Fentebbit néztünk. Nem? Igen. Oleszunk környékén. Hoppá. Nem. Nem. Fente. Azért látszik, hogy nem sok van. Tehát lehet, hogy van elvétve. Nem, valahol itt lesz az. Nem, akkor... Aha. Én emlékeztem rosszul. Hát, nem lesz meg. Pedig itt volt. Oké. Okay. Hát most szerintem videt végig kattintgattam, de esküszöm, hogy nincs itt. Ah, itt van. Jó, itt megvan. Igen. Föl is veszem rá. Pöttyös záróvonal. És hogyha most kiveszem, oké, így van itt egy helyszín, ahogy találtunk, de azért az működik, hogy ez déli dolog, tehát éjszakon nem találtam ilyet. Uh-huh. Ilyen pöttyös záróvonalat. Jó, és akkor menjünk a kedvenc metámra, az almafa. Ez a legjobb meta, a legjobb norvég meta. Itt vannak az almaültetvények, itt ennek az a sztoria amúgy, hogy ugye itt van egy fjord, ez a Hardanger fjord, és ez ugye, itt nagy hegyek vannak, és az levédi a széltől, és lágy talaj van, és az jó az almafának, és így ilyen mikroklíma alakul ki, tehát itt ilyen mediterrán növényzet van, és így hát full meleg van amúgy nyáron, és ezért megterem az alma, és ez a Hardanger alma, ezt így hívják, amúgy ugye itt van a Hardanger Vidda Nemzeti Park, és ezt a Hardanger fjordot, ezt így hívják, itt ez a másik legnagyobb fjord talán, mert talán ez a legnagyobb, ami fölötte van, de nem vagy benne biztos, és ami itt terem alma, azt lehet így feldolgozni, ezt azért mentettem le, mert ugye itt nincs almafa a környéken, de itt dolgozzák föl. Ja. Úgyhogy ez egy tök jó meta, és azért elég sok településen előfordul. Uh-huh. Itt is ez végig almafák. Ja. Úgyhogy nekem ez a kedvenc régióm Norvégiában, és nagyon könnyen, tehát egyszerűen teljesen más vibe-ja van nekem valahogy ennek a környéknek, mint a átlag norvég köröknek. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó, hasznos meta, ez az almafa meta. És amúgy ez az út, ez tavaly lett lefedve, eddig csak téli felvétel volt rajta, mondjuk ezen most pont nem, de itt sok téli felvétel volt, és ott még nem látszott ez az almafa végig, mert ugye ki volt száradva, meg le volt halva az összes. Uh-huh. Úgyhogy ez tök jó. Ja, ez az almafa meta. Ez azért elég hasznos. Ja, ez szerintem jó. Abba a kis... És egy egész nagy régiót érint. Mármint, hogy így pici régió, de hogy nagy régió amúgy. Szóval ez simán szembe jöhet. Hogyan lehet megkülönböztetni az átlag almafától? Hát nem az a lényeg, hogy mi a különbség, hanem hogy máshol nincs almafa az országban. Tehát itt termesztenek almát Norvégiában. Amúgy, ha meg akarod találni, a 13-as utat kell keresni, az egy ilyen észak-déli út Bergentől keletre. És akkor ott vannak az almafák. Oké, magasan menő utak, erről nem akarok sokat beszélni, mert erről csináltam egy külön YouTube videót nemrég. Úgyhogy ez az összes út, ami itt most ki van jelölve a térképen, ez teljesen free. Hogyha megtanulod a hozzátartozó metákat, ez csak azért ismétlem el, hogy aki esetleg nem látta, ez nincs benne, de ez még egy gyönyörű, szép új téli felvétel. Na jó, nem új, mert 19-es, de most nézd meg ezt. És ez így Inlandet kellős közepe. Szóval ez szerintem Krisznek a térképén rajta van ez a helyszín amúgy. Ő ugye gyűjti a havas helyszíneket. De ami itt van a határon, tehát Vestland és a keleti államok vagy megyéknek a határán, ezek teljesen ingyenes utak. Itt van a követőautó, vagy hát mi vagyunk a követőautója egy ilyen lakókocsinak, és mindegyikre van olyan meta, hogy azonnal fel tudod ismerni az utat bármelyik pontján NPC-ben kb. Úgyhogy ezt érdemes átnézni. Oké. A Gen 3 szigetekről beszéltünk, a következő az a kelet-nyugati folyók. Na, ez nagyon érdekes, ezt Velu tanította nekem. Itt most konkrétan az összes
tag egy folyóra vonatkozik, mert hogy külön-külön álló folyókra. Tehát ha bezumolok, akkor itt megy a folyó az út mentén, és általában kelet-nyugati irányú folyókról van szó, nagyjából, jó, nyilván nem tökéletesen, de nagyjából kelet-nyugati irányú folyókról van szó, és ez szinte teljesen lekorlátozódik így Tröndelágra, ez a meta. Tehát hogyha egy olyan utat látsz, és egyébként sok ilyen út van, hogy megy az út, és így követi a folyót valamennyire, de ha ilyen utat látsz, hogy egyértelműen folyó van és nem fjord, akkor az jó eséllyel Tröndelágban lesz, és ez nagyon megbízható. És sokszor van, hogy nem látod a folyót, de úgy érzed, hogy ott van, nem tudom jobban megfogalmazni. Olyankor is érdemes Tröndelágot tippelni, Strandheimtől lehet még nyugatra is, de egy kb. Ez egy tök jó meta, és nagyon stabil, és máshol nem is nagyon van ilyen, és ez jó. Tröndelág. Rendben. Oké. Kétféle mezőket különböztessünk meg. Ugye van, ez is plonkites meta. Vannak ezek a majdnem sík mezők. Ugye a mező alatt most ilyen földműveléses területet értek, és így majdnem sík. Hamar környékén is elég sok van, de a lényeg az, hogy nincsenek nagy dombok még a távolban sem. Tehát ilyen, nem tudom, ilyen 200-300 méteres nagyobb domborzat nincsen sehol. Itt is azért látszik, hogy egy ilyen rolling landscape van, de van földművelés, és kb. Sík a dolog. Különböztessük meg ugye a rógalandi ugyanilyen mezőket, ahol általában már látszik a tengerpart is, meg ugye megvannak a kőfalak is sokszor. Aha. Itt amúgy van is egy kőrakás, full random. Ezek teljesen sík mezők. Ezt néha össze lehet keverni, de rá lehet vibe-olni, nekem nem mindig sikerül a kettőt megkülönböztetni, de az egy kicsit más, ez sokkal síkabb talán. És itt még Rolling Hill se látszik? Nem nagyon. Ugye itt kezdődnek a hegyek kb. Errefele. Tehát nyilván van egy átmeneti rész, ahol még van mező, de már van domb, de mondjuk ez itt egy nagyon sík terület. Szerintem ez a legsíkabb része Norvégiának, ami itt van. És ugye ezzel szemben van a Trondheim környéki földművelés, ahol meg sokkal nagyobb dombok vannak. Itt például, vagy itt. Tehát azért ezek jóval határozottabb kiemelkedések a földből. Jelentős különbség van. Ja, úgyhogy hát mondjuk vessük össze ezzel. Tehát itt látszik, hogy itt is azért hullámzik, de hát ezek sokkal nagyobb hegyek. Meg így a távolban is látszik, hogy már sokkal nagyobb hegyek vannak. Úgyhogy ezt azért eléggé jól meg lehet különböztetni, és amúgy a kettő között meg nagyon nincs földművelés, tehát nem érdemes ide középre tippelni, hogy hátha hedgelsz, hanem inkább el kell dönteni, hogy melyik, amúgy itt most pont van egy fekete bot is. Úgyhogy ezt hozzáadom ehhez. Illetve egy Gen 3 is. És ráadásul Gen 3 is, igen. Igen, de lehet, hogyha odébb lépek, nem, ez akkor is Gen 3 marad, jó. Szóval ezt a különbséget érdemes megtenni. Oké, az őszről már beszéltünk, az ugye ez a régió, itt van egy nagyon szép őszi felvétel. Nem tudom, melyik az. De az a fa szín, ezt nézd meg, ez gyönyörű szép. Szóval ezzel ide érdemes tippelni, itt nyilván az E6-on végig ősz van most, a jelenlegi felvétel szerint. Úgyhogy emiatt a legtöbbször ezt kapja az ember, mert amúgy itt elég kevés út van amúgy. Most, hogyha felveszem a coverage cuccot, akkor látszik, hogy hát nincs tele tömbe utakkal. Elég rükkes. Ja, úgyhogy viszonylag megbízható ez a meta. És akkor megyünk még egy picit északabbra, most már ugye Nordlandban vagyunk. A Moiranak környéki ezüstös hegycsúcsok. Itt most ugye kicsit átverő, mert néhol azért hó is van, de mutatok másik példát, ahol azért egyértelműen látszik, hogy itt nincs hó most, és mégis ilyen ezüstös színe van. Alapvetően minél északabbra megy az ember, ez még nem egy túl jó példa, de mindegy. Minél északabbra megy az ember, annál inkább jellemző az, hogy a fák már nem mennek a hegy csúcsáig fel. Tehát, hogy itt megakad egy idő után a dolog. Itt amúgy szépen látszik is, hogy itt még van fa, és a tetején meg már nincs fa. És ugye, ahogy egyre északabbra megyünk, egyre inkább az jellemző, hogy nincsen fa egyáltalán a dombokon, hegyeken. És ugye itt emiatt alakulnak ki ezek az ilyen ezüstös hegycsúcsok, ezeket így hívom. Itt már azért kezdünk átmenni Lofotenbe is, tehát azért ott már ilyen csúcsosabb cuccok is vannak, de ez egy nagyon jó megbízható dolog, és ugye nyilván a hegyeket tök jó nézni, mert távolra is látod őket, hogy milyenek. Úgyhogy, tehát ez is így
így ahogy megcsillan a fény rajta, tiszta ezüstös. Ezt is felutanított a videóban. Úgyhogy ez tök jó cucc. És aztán megyünk hát ugye a legszebb régiójába, a Norvégiának, ami ugye a Lofoten, szigetvilág. Itt vannak ezek a csúcsos, éles, borotva éles hegyek, mint mondjuk az ott. Tehát ide nem ülnél le, mert az fájna, kb. Így tudnám megfogalmazni. Nagy csúcsos hegyek, nagyon zöld, az út az itt benn megy a hegyek között, szóval ez egy ilyen brutál, brutál környék. És hát nyilván ez a legingyenesebb része az országnak, tehát ez annyira különbözik mindentől, ezek a hegyek, hogy így azonnal felismered. Uh-huh. Úgyhogy ez nem szokott gondot okozni senkinek, aki már látta ezt, mert tényleg egyszerűen semmi másra nem hasonlít. Lofotani hegyvidék. Ez brutál ez a kép amúgy, ez a zöld moha itt. A legszebb. Igen, ja, a legszebb része. Nagy cucc. Ha viszont olyan lofoteni képet kapsz, hogy NPC-ben játszol, és nem látszódnak a hegyek, akkor erre ezt a metát kigyűjtöttem, mert nagyon vicces. Halálvány. Halálvány. Na, ezek a halálványok. Törfisk, így hívják. Szárított hal, és ez a helyszín, ez azért jó, itt is van egy állványzat, meg ott is, mert ha visszamegyek a 2010-esbe, akkor ott száradnak a halak. Ó! Nehéz látni, lehet, hogy hogy megyek jobb. Itt is vissza tudok váltani. Na, itt van a sok hal. Na, ez ilyen tipikus lofoteni, klasszikus étel, ez a szárított hal. Én még nem ettem, nem is tervezek, azt hiszem. De ez többféle formában is van, és hogyha nem, ha véletlenül olyat kapsz, hogy nem látszódnak a hegyek, csak az állványok, akkor így jussod eszedbe. Kb. Ennyi, így is kinézhet. Szóval ezek a halálványok, ez nem régi felfedezés amúgy a norvég kordon. De ez egy vicces meta, én szeretem az ilyet. Egy kicsit a kultúrába is betekintést nyerünk. Nagyon érdekes. Nagyon ja, ez jó cucc. És egyébként hozzáteszem, hogy azt hiszem pont ez a helyszín, ha így nézem, azt nem tudom, hogy kinek mutattam, tehát ha így lenne panorámázva, nem biztos, hogy Lofotent menne az ember, így inkább Ólesund jut eszembe így ezekről a sziklás ilyen szigetvilágról. Uh-huh. Ha ide fordulok, akkor nem. De így NPC-ben be lehetne szívni szerintem ezt. És akkor így viszont a halálvány az segít. Uh-huh. Szóval ez vicces. Oké. Okay. Jaja. Megyünk még feljebb, ez a Botten meta. Na itt azokat a falvakat jelöltem ki, amiknek a nevének a végén van az, hogy Botten. Tehát itt elég sok van. És ez kb. Ebben a régióban van csak, tehát itt Tromsø környékén vannak ezek. Jó pár ilyen meta van, kb. Hát ilyen 4-5 ilyen metát tudok, de csak ezt az egyet írtam ki, mert talán ez a leghasznosabb, meg ez a legnagyobb területre vonatkozó ilyen meta. És annyiban nem hasznos, hogy sokszor nincs kiírva a települést. Ugye Norvégiában nincsen a település határokon, vagy csak nagyon ritkán van a település határokon tábla, hogy melyik településbe lépsz be. Előfordul, de nem gyakori, vagy nem mindenhol van. Szóval nem fogod megtalálni ezt, de hogyha esetleg látsz egy olyan táblát, ami általában haszontalan, tudod, az ilyen kis falvak jobbra. Igen, és hogyha igen. Ott Botten vége van a falunak, akkor lehet, hogy nem te ad meg a falut, de biztosan tudhatod, hogy ebben a régióban van. Ott kell keresni. Igen. Esetleg. Hát, hogyha meg akarod keresni, akkor itt keresed, igen. De igen. Így kb. Tromsøben van csak, ami ugye ez a megye, Tromsø környékén. Úgyhogy ez a leghasznosabb ilyen névmeta. A másik hasznos az a Tveit Bergen körül, de az a vicces, hogy elkezdtem keresni példát, és egy darabot nem találtam. Tehát úgy döntöttem, hogy hagyjuk a Tveitet. De a Botten az viszont hasznos, és látszódik is. Uh-huh. Jó. Finnmark tundra. Hát ezek azok az utak, amiket könnyű összekeverni a magas utakkal itt délen. Az lehet egy 50-50. Ugye nyilván tundra, tehát már nincsenek fák, eléggé kihalt, csak ilyen cserjék, meg füvek vannak. Elég sok út van egyébként lefedve. Nagy hegyek már nincsenek, tehát ugye ez ilyen rolling domborzat, de ez meg egészen halott ez a hely amúgy, ez nagyon brutál. Fel lehet ismerni, hogy itt vagyunk, viszont itt akkora távolságok vannak, hogy igazából az utakat kell megtanulni, és én azt még nem csináltam meg, tehát így felismerem, hogy itt vagyunk, de nem tudom, hogy melyik úton kb. Itt tartok most. Nyilván, hogyha víz van, akkor az segít, de annyira azért nem is segít, mert
Hát sok víz van. Szóval ez így néz ki. Ennyi. Dombok, nem túl magas hegyek, és nincs fa. Ezt kell róla tudni. Tipikus tundra növényzet. Gyönyörű amúgy. Tehát nekem ezek az egyik kedvenceim. És akkor, ha megyünk tovább, ugye itt a finn határ mentén folyik ez a folyó, ez a... Mi a neve? S elfelejtem. Tana. Ez a Tana folyó. És az E6 mentén végigmegy. Szóval, hogyha tudod, hogy max éjszakon vagy, amúgy vicces, itt van rostás szalakkorlát. Rostáskorlát, igen. Ami vicces. De ha tudod, hogy éjszakon vagy, mert így a vibe megvan a növényzetből, meg a tájból, és ez a folyó itt van melletted, akkor ez elég könnyű akár line-up-olni is. Tehát nekem már több 5K-m is volt. Többek között a mai napi küldetésen amúgy volt itt egy 5K-m. Ugye a Divers E6-on játszottunk ma, és azt be is raktam, ez a helyszín, ez volt a mai napi küldiben, hogy ott van a híd. És tudtam, hogy ez a folyó, hol van híd, itt van híd, kész. Tehát ennyi volt a gondolkodás. Úgyhogy ez egy nagy szakasz, tehát ez egy nagy szakasz az E6-nak, és a folyó az végigköveti. Úgyhogy ezt érdemes tudni. És hát mindig vagy délre, vagy keletre van a folyó, tehát ugye nem megyünk át rajta sehol, csak ahol már nincs finn határ, ami ugye itt van. Itt van a vége a finn határnak, és akkor itt már át lehet menni. Jó, és akkor végül van ez a nagyon zöld coverage, ami itt van. Ködös, vagy ilyen párás coverage, és ilyen nagyon zöld, tehát ilyen túlszaturált, elképesztően túlszaturált színek vannak, tehát ilyen nem létezik ilyen élőben. Ezt is a Plonkitről tanultam, én ezt nem láttam még korábban. Nekem ezt még egyszer se dobta be a játék, szóval nem tudom, hogy hány térképen van ilyen helyszín, de ez a ködös, nagyon zöld cucc, ez itt van a Sirkenesz mellett, a melletti utakon. Igen, kb. Ennyi. Azt hiszem, hogy... Aha, lehet, hogy nem mentettem el egyszer a térképet, mert ugye a számi nyelvet azt még egyszer kimentettem, hogyha ilyen finn hangzású dolgok vannak, mint mondjuk ez a Kautokeino, az ugye itt a finn határ mentén van ilyen számi nyelvű sztori. Akár két nyelvű táblák is lehetnek, az mind ide kell tippelni, tehát így altától délre kell tippelni. De ezt is kb. Egyszer jött elő egy pár bajban, hogy egy ilyen nagyon számi hangzású név jött elő, és akkor meg lett az 5K viszonylag hamar. Amit meg még érdemes tudni, hogy itt Sirkenesz környékén vannak cirill feliratú táblák, ugye itt már az orosz határ mentén vagyunk, Murmanszk az sokszor ki van írva cirill betűvel, a sok az túlzás, meg kb. Három tábla van, ami cirill betűvel ott van. Úgyhogy ezt még érdemes megjegyezni. No, ezek voltak az ilyen alapok, és nem tudom, hogy van-e kérdés, de hogyha nincsen, akkor mutatok egy-két kukametát, csak hogy egy kicsit így a pszájkú irányba elmenjünk. Szerintem mehetnek a kukák. Mehet? Eddig mondom úgy, hogy free. Free, amúgy tényleg az. Megjegyezhető szerintem. Megtanulható. Elég könnyen. Igen, szerintem ami nehézséget jelent amúgy Norvégiában, hogy nagyon pici részekre vonatkoznak dolgok. Tehát sok, sok dolgot kell megtanulni, és lehet, hogy nem jön elő soha. Szóval nagyon nis az összes dolog, ami itt van, vagy nem tudom, hogy a fele ennek. És hát nyilván a kukameta az még nisebb lesz. Úgyhogy a kukametában az a jó, hogy ez egyrészt az urban, tehát a városi köröket nagyon meg tudja könnyíteni, ami ráadásul nagyon nehéz sokszor Norvégiában. Másrészt viszont az a nehéz benne, hogy nagyon sokat kell tanulni, és ide most csak a leghasznosabbakat gyűjtöttem ki. Ez egy 160 oldalas doksi, és hát most nem tudom, mennyi ez, 3, 5, 8, tehát 8 dolgot gyűjtöttem ki ide nektek. Ezek a leghasznosabbak, ennél sokkal több van. És vannak hasznosak azok között is, de sok 50-50 van, amiből csak egyet gyűjtöttem ki nektek. Úgyhogy mutatom. Barna kukatest. Na, kukatest alatt az alját értem. Tehát nem a fedőt, hanem csak a testét. Nem tudom, a kuka anatómiában nem vagyok még nagyon otthon, de szerintem ez a legjobb szó rá. Ez gyakorlatilag egy ilyen T-alakban lehet. Tehát Stavangerből indul, így Oszló fölött Hønefoss környékén van a vége a T-nek,
és akkor itt a 9-es út mentén lefele van a másik szára, tehát ezeken a helyeken lehet, sehol máshol nincsen barna kuka, tehát ettől északra nem fogsz találni. Úgyhogy ez egy hasznos dolog, mert így levágja, nem tudom, az országnak a 90%-át, hogyha ilyet látsz, és elég sok településen van viszont. Úgyhogy ezt hasznos megjegyezni. Azért ezzel kezdtem. Másik ilyen testes, ez volt az, ami a Gruxli elleni meccsemet megoldotta tegnap előtt. Szürke kuka volt, ami kettő helyen lehet, Bergen és környékén, meg Kristiansand és környékén, de itt sokkal ritkább. Úgyhogy azért mondtam azt, hogy 95%, hogy itt van, mert kb. Ez az arány a kettő között. Kb. Csak Bergen és csak Kristiansand lehet a szürke kukatest. És Bergenben még attól is sokkal gyakoribb, mint amennyi Kristiansand. Igen. És azt hiszem, hogy fedőkben talán van különbség, hogy itt kék meg zöld, de ne menjünk bele. Oké, még egy 50-50 is van. Az a dupla tető. Ez, hogy kettő teteje van a kukának. Nem tudom miért, nem tudom mi az oka, de egy kukán két tető, az vagy Mandal, tehát ez a város itt. Mandal. Vagy pedig Drammen és környéke, ami ugye Oszló mellett van, Drammen egy másik nagyváros. Itt több településen is van ilyen dupla fedelű kuka. És Drammenen belül is van. Gondolom ez valami szelektív. Valószínűleg igen, biztosan. Az egyik az papír, a másik meg visszamarad. Nem tudom, itt Dániában is. Amúgy itt is, értem, hogy írja is, nézd csak. Gondolom az Röstaffel, tehát ez a... ez kaja, ez pedig az egyéb. Tehát igen, kaja kommunális és egyéb kommunális. Érdekes. Igen. Oké. Annyit még ehhez hozzáteszek, hogy elvileg itt is van ilyen kuka, ilyen dupla fedelű, de egy darab példát nem találtam rá, úgyhogy azt nem tudtam berakni. Szóval maradjunk abban, hogy ez a 50-50. Jó, kettő matrica meta van, amit hoztam. Az egyik, az a Hallingdal, keresek egy közelebbit, Hallingdal Renovation. A Hallingdal az ez a rész itt. Tehát a hetes, a zöld hetes út környékén, a 40-es az így beletorkollik. Itt van több példa is. Ez csak itt van, ez a matrica, egy Hallingdal Renovation, és ugye a nevét viseli ennek a régiónak, úgyhogy ezt könnyű megjegyezni viszonylag. A másik ilyen matrica, az a Remix, az pedig csak Tromsø és környéke. Remix. És az egy ilyen spirálos ikon. Aha. Így néz ki. Ez csak Tromsø, meg hát így azért látszódik, hogy ez is így kimegy különböző falvába, de több helyen is lehet. És azért hasznos azért megtanulni, csak itt Tromsø és környékén. Ezt a kettő matricát hoztam, sok matrica van. Alapvetően gyakoribb a matrica délen, mint északon, de ez a kettő ez azonnal lekorlátoz egy nagyon pici régióra, és azonnal free. Úgyhogy érdemes. Oké. Megyünk az akasztókra. Narancssárga akasztó. Ez akasztó. A kukákon lévő ilyen extra zacskó akasztó. Hogyha már nem fér bele, akkor csak ráakasztják, szerintem. Narancssárga színben, ez csak Ålesund és környékén létezik. Úgyhogy ez is hasznos. Van a sárga akasztó, ami pedig majdnem pont ugyanott van, mint a Hallingdalos sztori. Van is olyan helyszín, ahol ugye mindkettő van, tehát Hallingdal is, meg sárga akasztó is. Annyi, hogy ez kicsit jobban kiterjed ez a sárga akasztó sztori. De erre se sok példát találtam, de így néz ki a sárga akasztó. És fedő metált amúgy direkt nem is hoztam rendeset, mert az nagyon megborítja. Tehát amikor a kukatest színét is nézned kell, meg a fedő színét is, az nagyon-nagyon megnehezíti szerintem a gondolkodást, úgyhogy direkt abból nem hoztam, csak speciálisat. És az a speciális a türkiz mini fedő, ami ezen a szigeten van, szinte kizárólag. Keresek egy közelebbit. Az ott, az nagyon jó példa. Tehát van egy rendes fedő, és van egy mini fedő rész, én ezt így hívom. És ilyen türkiszkék színben ez csak ezen a szigeten van. Úgyhogy ez is tökre free. Hogyha már Haugesundban már nincsen, itt már zöld mini fedő van, úgyhogy ez tök jó, hogy ezt már így ki lehet zárni.
De itt azért találtam még a szigeten kívül is példát. Na, ezek voltak a kukameták, ezek a leghasznosabbak szerintem, és most, hogyha kijelölöm az összeset, akkor azért így elég sok régióra mondtam. Tehát főleg délen, ugye ott szerintem ami délen a leghasznosabb, mert a déli részeket a legkönnyebb összekeverni, tehát így telemarkot, illandettel, meg ilyesmi, az egy rendszeres 50-50, és ott, hogyha kisegít egy-egy ilyen kukameta, az óriási, óriási cucc. Úgyhogy ezeket gondoltam így megmutatni. Ezeket a JSON-öket majd feltöltöm szerintem a Discord szerveremre a norvég csatornákhoz. Úgyhogy aki azt nem látja, annak annyi, hogy a Rolls csatornában a Fjord kedvelőt kell bejelölni. És akkor láthatja majd a norvégiás csatornákat. Jó, én ezeket szedtem össze. Ez most rengeteg információ volt, és ez nagyon, nagyon különbözőek, tehát ugye almafákon át, kukákon keresztül mindenfélét néztünk. Nyomunk egy-két szídet közösen, ahogy szoktuk. Igen. Mindenképp. Ami még info, hogy ugye az arbitrári Norvég a legjobb térkép Norvégiára, nincsen rajta alagút, és rendszeresen újra van generálva. Úgyhogy itt most látszik is, hogy tegnap előtt generálta újra, sőt tegnap generálta újra az összes helyszínt. Úgyhogy nem fogsz repeatet kapni soha az életben, mert két hét alatt újra generálja. Na nézzünk egy no move-osat. És mit látunk? Húha! Hát Gen 2. Gen 2 az nem segít. Van rovátka. Van rovátka. Elég sok fenyő van. Igen. Azért vannak ott ilyen masszívabb hegyek. De ja, hát a Gen 2, ugye arról nem beszéltünk, amúgy van Smudge meta Norvégiában, azt meg lehet tanulni, de arra még nem vitt rá a lélek. Akkor ezt... azt most el kell hagyni. Igen. Az mennyire, tehát az csak és kizárólag Gen 2-ben fordul elő? Smudge meta? Ilyen? Smudge meta, aha. Aha. Igen, hát ezeket a pöttyüket kell nézni, szerintem ez amúgy pont jelent is valamit. Olyan van, hogy egy pötty, van olyan, hogy ilyen trapéz alakzatban vannak, van olyan, hogy vonal van, de már elfelejtettem, hogy melyik mit jelent, és én ezeket az ilyen bemagolós dolgokat nagyon nehezen tanulom meg, szóval. Ja. Na, hova tippelnéd ezt? Hát, a hegyek miatt nem is tudom talán. Viszont annyira nem kietlen. Amúgy viszont a kis táblácska, ami megmondja az utat. Megmondaná az utat. Igen. Én biztosan Trondheim fölé mennék, talán Moirana környékére. Gondolom ezt. Én is oda raknám amúgy. Az a baj, hogy nagyon nagyon régió-specifikusabb dolgokat nem ismerek, tehát annyira nem vetettem még bele magam a tanulásba, tehát így ilyen Gen 2-vel én valószínűleg csak hedzselnék. Igen, nekem tetszik ez, azt nézem, hogy ez eléggé kelet-nyugati út, és ahova tippelném, ott nincs ilyen, úgyhogy biztos, hogy nem ott van, ahol gondolom. Most itt találtam egy olyan fehér utat, ami, mert szerintem ez fehér út amúgy, tehát ugye van külső záróvonal, aszfaltos, tehát szerintem ez egy, úgy értem, hogy fehér, hogy ez a betű számos fehér út lesz. Igen, szerintem. Igen. Úgyhogy én ezt ide raknám, de rakhatjuk máshova. De ja, kb. Trondheim és Moirana közé gondolom ezt én is. Én valahogy így Moirana meg Bodø közé. Na most ott vagyunk, akkor jó helyen vagyunk. Jó, ugye én Moirana, tehát én délebre gondoltam, de most éjszakabbra vagyunk, nézzük meg. Oké, Trondheim alatt még. Oké. Aha. Á, nem, random fehér út volt, hát random ez fehér. Lehetetlen. És úgy látszik, hogy maradunk a Gen 2-nél, szerintem keresünk egy rendes Gen 4-es felvételt. Mert na, ez már jó lesz.
Azt nem fogjuk tudni kiolvasni ott. Nem látszik. Na de ezt lehet. Jó. Oké, ez free. Oké, 411-es út, akkor ez délnyugatnál kellene lennie valahol a valahol Stavanger környékén. Vagy esetleg egy kicsit lentebb. Igen, lejjebb. Lentebb. Az már Stavangernél már az. Mindenesetre nézzük azért körbe is. Szóval ezek tipikusan az ilyen nagyon nagyon nehéz körök nekem, tehát amikor ugye ilyen dombos, ugyanaz a növényzet van mindenhol délen, tehát ezt én simán el tudnám amúgy Trondheim környékén is képzelni egyébként. Szóval, ha nincs útszám, akkor szerintem ez egy nagyon nehéz kör. Ugye nincsen rovátkánk, az látszódik, a copyright, hát az most itt nem tudom, hogy mennyi lesz. 23-as a copyright, tehát az is működik. Igazából annyit kell csinálni, hogy meg kell keresni a 411-es utat, ami valahol itt van. 411-es út. De mindegy, az most nem húzom az időt, valahol itt lesz. Ja. Már kicsit. Szóval itt végig ez a rész, általában ilyen nagyon sziklás cuccok vannak, tehát az út mentén ilyen kiálló sziklák vannak, de ez kb. Végig igaz, és Trondheimnél is hasonló van szerintem, tehát ez nem egy egyszerű kör. Na ez érdekes, ez jó lesz. Na, ez sziklásabb. Itt már a sziklák tetején nincsen növényzet. Bizony. Bizony, nincsen fa a szikla tetején. És van földművelés. És van földművelés. Van földművelés. És hát kb. Ennyi van. Az alapján, amit néztünk, hogyha a földművelést számítjuk, akkor és még megnézzük azt, hogy hoppá, kőfal is van. Kőfal is van. Ja, ez izgalmas egy kör. Ez izgalmas kör. Ez izgalmas kör. Hát a kőfal az délre vinne minket. Ilyen hihetlen kopár szikla tetőket én láttam már közel a tengerparthoz, ahol ilyen kis szigetes, és csak annyi rétek ki. Viszont ha kicsit dombosabb, akkor nem ezt a Stavanger környéki részt szendelném, hanem valószínűleg akkor megpróbálnék egy ilyen kicsit keletebbi, délebbi részt, Oszlótól ilyen délnyugati részre. Ide? Nekem talán a kőfal miatt mennék délre. Nem látszanak magas hegyek, úgyhogy szerintem ezt a trondheimi dolgot ezt én elvetném most. Aha. Jó. Úgyhogy Oszló vonalától lentebb ez. 23-as amúgy. Jó, ezt rakjuk akkor? Igen. Jó, egyébként szerintem ez rógaland lesz. Nekem az a véleményem. Ez a kő, ilyen, tehát ez a mező elválasztó kőfal, ezt tényleg én nem láttam még máshol. Még máshol. És ez simán lehet, hogy egy olyan ilyen átmeneti, amiről beszéltünk, hogy itt valahol, hogy még van földművelés, de már azért vannak ezek a hegyek is így kezdődnek, szerintem simán lehet ott. Illetve ami még engem oda visz, az ez a fenyőfa itt. Mert ez nem a... ez nem az a, nem az a fenyőfa, amit szoktunk látni, hanem ez a lucfenyő, azt hiszem. Aha. És ez nagyon gyakori Rógalandban. Általában majd biztos lesz olyan kör, ahol a másik fajta fenyőt meg tudom mutatni, aminek nincs magyar neve igazán, csak annyi, hogy fenyő. Az a sokkal jellemzőbb ezen a részen. Meg hát az ország egészében kb. Nagyon gyakori, de lucfenyő az kifejezetten egy rógalandi meta. Szóval szerintem ez rógaland lesz, de nézzük meg. Aztán egyébként nem vagyok benne biztos, tehát ez sem egy egyszerű kör. A 23-as copyrightot azt láttuk, tehát a dél az ugye fix. A Trondheim engem is meglepne, mert ez a sziklás cucc, ez inkább ilyen Ólesund akkor már,
itt, ahogy ez a sok ilyen kiálló sziget is látszódik. Meg hát ugye sokkal északabbra jellemző, de ott meg nem tudom ezt elképzelni a földműveléssel, úgyhogy... Jó, nézzük meg. Oké, és mégis északabbra van. És mégis északabbra a random van. Sziget, a Vega. Oké, ezt nemrég mepelték ki a többiek. Én ezt nem ismerem föl. De hát a random sziget az mindig nehéz. Az mindig nehéz. Igen. Szóval és ez megmagyarázza a kopár. Viszont figyelj, 23-as copyright volt, tehát az se stimmelt. Szóval, aha. És ami viszont ugye stimmelt, az a kopár cucc, igen, amit mondtál te is. Ja, tough. Oké, ez szerintem gettable kéne, hogy legyen. Na. Oké, van. Van robátka. Van robátka. Általános. Általánosnak néz ki a bollárd. Hogy abból annyira sokat nem lehet. Tehát a növényzet az eléggé alacsony fel, eléggé ilyen tundra növényzet. Jellege van. Igen. Úgyhogy az egyik gondolatom az, hoppá, azok ilyen fehér mohák? Nem, az nem fehér moha, azok nem. Kövek. Azok csak kövek. Igen. Azok csak kövek. Jó. Két gondolatom van. Az egyik az egy magasabban fekvő út Inlandet környékén. Nem tudom, hogy mennyi van belőle. A másik pedig egy északi gondolat, egy meglehetősen északi. Valami Romzőtől kicsit bentebb fekvő részen. Ez nekem sokkal jobban tetszik. Ugye a Rovátka miatt az Illandet az fura lenne. És szerintem ilyen, tehát a téli coverage az nem néz ki így, még ez nem tél szerintem amúgy. Hát mondjuk valószínűleg, de... Nekem ezek az ilyen hófötte hegyek valahogy nagyon Tromsőt kiáltják amúgy. Ott nagyon gyakori még a városi, tehát a Tromsőn belüli felvételeknél is az látszik, hogy a távolban ilyen ezek az ilyen hósapkás hegyek vannak. Meg amúgy a fáknak a magassága, ahogy mondtad, az is sokkal inkább a tundra sztori. Tehát szerintem ez biztos, hogy Finnmark vagy Tröms lesz. Esetleg Nordland, de azt talán kevésbé látom bele. Ezek ráadásul nyírfák szerintem. Tehát az is ilyen nagyon északra visz. Mert ugye fehér a törzsük. Szóval szerintem ez a Tröms környéki cucc, ez működik. Én azt gyanítom, hogy ez az E6 lesz amúgy valahol. Ez az E6. Tehát valami, hát nem, most nem fogunk line-upolgatni, de valami ilyesmit simán belelátok, mondjuk itt például. Azt nagyon könnyen el tudom képzelni. Hát igazából ennyi. Mondjuk az útvonalak nem látszódnak, de szerintem ez valami nagyon fő útvonal lesz. Ahogy mondtad, ugye ez az átlagos boler, tehát nem számít, hogy mi van rajta. Van rovátka, ami északra visz, és már nagyon hideg van. Tehát kb. Ennyi. Igen. Jó. Rakhatjuk így? Igen, szerintem. Ja. Ettől, igen. Ja, az E6 volt. Az E6. Oké. Jó, ez nem volt annyira jó, de elég nehéz seed volt. Menjünk gyorsan még egyet. Jó. Oké. Átlagos ezek, bocsi, ezek azok a fenyők, amikről az előbb beszéltem, tehát ezek sokkal gyakoribbak az egész országban. Ezek a fák ilyen, tehát a tűleveleik ilyen csomóban vannak. Magasan kezdődnek az ágai, tehát ilyen tipikus északi, vagy ilyen, hát ilyen ugye Svédország, Norvégia, Finnország, Oroszország, ez a része itt nagyon gyakori ez a fa. Úgyhogy ez sokkal általánosabb, és erre semmi meta nincs, hogy ez hol van, ez az egész országban lehet. Nagyon északon nem, de délen bárhol lehet. Úgyhogy a másik fenyő az, ami érdekesebb, a Lutz fenyő, ami jól lehet ismert engem. Na, mindegy, ennyi ezzel kapcsolatban. Jó. 23-as. Rovátkát nem látni. Hát picit van, de ezt én nem venném annak. Nem venném ezt, annak. Átlagos bollárd. Házak. Nem tűnik annyira fehér házas területnek. Egyetlen egy fehér házat látunk. És hát ez mondjuk
Rolling Hillnek nem mondanám, mert ettől attól bőven nagyobb. Folyóvölgy, hát azt nem tudom, itt a, ez vajon földművelős terület itt a folyó mentén? Hát talán ott, igen. Az még egy ilyen nagy Talán ott egy... farmháznak is tűnik talán. Hát ez... Igazából csak a földművelés miatt nem tudom, kicsit Oszlótól északkeletre lévő területen, igen, igen, valahova. Hát attól kicsit... az egyik tippem, hogy, hogy Oszlótól északkeletre valahogy ott Amar magasságáig, Aha. illetve, illetve Trondheim lehet még. Ezekkel a hegyekkel nem tudom, hogy, hogy az mennyire lehetséges. Szerintem határozottan. Én nekem inkább ez a rész amúgy. Inkább az a rész. Főleg, hogy van itt egy folyó mellettünk, ami kelet-nyugati. Hoppá, hoppá, igen, tényleg, tényleg az. És én kipróbálnám ezt a metát, hogy működik-e. Jó. Meg szerintem ez a domb, ez már túl nagy ahhoz, hogy itt legyen. Hogy lent legyen. Lehet, hogy ott van, meg amúgy, amit az előbb néztünk, ilyen magas út, az amúgy itt megy. Tehát ez a, nem is tudom, melyik, talán ez az az út, ami ilyen nagyon magasan megy. Tehát azért itt is nagy hegyek tudnak lenni. Szóval megtévesztő. De nekem ez sokkal inkább emlékeztet Trondheimre. Mert muszáj így az átlagokat venni, és szerintem ez inkább arra emlékeztet. Úgyhogy nem tudom. Ettől még megtippeltjük ezt, ha szeretnéd. Ez a két gondolatom volt. Így rád, hogyha ezek alapján, ugye a kelet-nyugati folyó irány is jobban azt helyezi előtérbe. Szerintem mehet így. Jó, próbáljuk ki. Aki a kettő között volt félúton, az igazság. Na most hát megértem volna hedzselni. Ebben az egyetlen. Most meg. Ja. Funny. De amúgy jó volt. Tehát így a 50-50 között félúton, az mindig jó. Oké. Elég sziklás. De az út mentén. Átlagosból lehet. Nincs felmarás. Nincs. Copyright. 23-as. 23-as. Ezek a fenyők, ezek... Ezek az átlagosak. Ezek az átlagosak. Igen. Jó, eléggé. És van valami völgy, kis völgy mellettünk, aminek az iránya milyen lehet van? Tőlünk északra van. Tőlünk északra. Tehát egy ilyen kelet-nyugati völgy van. Tehát egy kelet-nyugati völgy van. Ez eléggé nehéz. Általában az ilyen sziklás dolgokat, azokat viszonylag délre tippelem. Igen, ez benne van a Plonkit Guide-ban is, de ezt direkt kiszedtem, mert könnyű félreérteni. Van egy ilyen, tehát van egy ilyen tendencia, tehát ez az út mentén sziklásság, ez Telemark, Agder, ilyesmi. Tehát én valószínűleg itt Telemarkot tippelnék. Ha nem lenne ez itt, tehát hogyha ez egy ilyen rendes domb lenne, és nem lennének ezek az ilyen kiágazó sziklák, akkor simán Westlandot megyek amúgy itt. Így ilyen fjordosnak érzem egy kicsit. De létezik ez a meta, csak én egy kicsit szkeptikus vagyok vele. Nekem is egyébként emiatt inkább ilyen fjordosabb gondolatom volt, már a hegyek állása miatt, hogy eléggé nagy dőlésszögűek a lejtők. Igen. Emiatt én valamilyen fjordosabbat mennék. Lehet, hogy Bergen vonalában valamilyen. Hát. Simán lehet. Én egy kicsit félek, hogy Telemark lesz. Én attól félek itt. Attól félek itt. Mástól nagyon nem. Oleszundot nagyon nem hiszem. Nem is tudom, hogy láttam-e már téli felvételt itt. Szóval az meglepne, és az tök jó lenne, ha látnék.
De nekem is ez a kettő ötletem van, hogy vagy Westland, vagy pedig Telemark. Hogy azon belül, hát itt most nehéz lenne találni valamit, de mondjuk itt találtam egy kelet-nyugati völgyet, ami jó lehet. Megtippelhetjük, ha gondolod. Jó, jó, rendben. Ja, Telemark. Igen. Telemark. Aha. Nem tudom, ez a legnehezebb megye amúgy az egész országban szerintem. Tehát az ilyen streakeknek a megtörője ez Telemark. Mindenképpen, mert ez nagyon könnyű összekeverni most éppen Westlanddal is, de Illandettel is. Most ráadásul téli felvétel is volt, tehát még az is amúgy gondolkodhattunk volna azon, hogy esetleg Illandett lesz, tehát nem úgy nézett ki. Nagyon nehéz régió. De itt is azért a 50-50 az megvolt, és nem tévedtünk amúgy nagyot. Igen, 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 igen. Oké. Okay. Képzeld el, hogy a norvég telefonkódokat nem tudom amúgy. Ez annyira ritkán jön, szerintem eddig egyszer láttam telefonkódot Norvégiában, úgyhogy nem túl hasznos tudás, mert már nem nagyon használnak, gondolom, vezetékes telefont, de létezik elvileg meta rá. Oké. Okay. Ez érdekes kör, nem vagyunk az úton, hanem a parkolóban vagyunk. Ott mi egy ódás csoport. Egy ódás csoport. Sambirkelaget. Tényleg. Egy kérdés. Nem is tudom, még korábban most ezekről a házvetőkről jutott eszembe, hogy meséltél egy területet, ahol a házvetőnek az anyagát bányásszák. Igen, az ottai, meg az altai. Ugye otta itt van, alta meg itt van fönt. Az a baj, és azért is nem raktam bele ebbe a doksiba, mert nem tudom megmondani, mi a különbség. Világos. Erre emlékeztem, hogy volt valami régió-specifikus dolog. Na de nézzük. Közben a cseten kérdezi Sloppancs, hogy a szürke vagy a fekete színe a jobb. Szerinted, Rockoman? Fekete. Szerintem is a fekete. Itt most amúgy látszik, hogy amúgy van kuka meta. Van kuka. Tehát például most itt hasznos lenne, itt ugye csak fekete kuka van, és a tetőkből lehetne ítélni. Én használni is fogom ezt a gondolkodásomban, de nyilván itt ez már egy annyira nincs dolog, hogy ezt nem raktam bele a prezentációba. Oké, van. Hát kis... Kicsinek tűnik. Ez nekem nagyon hasonlónak tűnik ahhoz a lokhoz, ami kettővel ezelőtt volt, ami félúton volt Trondheim és Oszló között. Aha. Én valószínűleg ugyanoda mennék vissza arra a részre. Inlandeten belül igen. Maradni. Nem tudom pontosan hova raknám, szerintem csak leraknám valahova a tetszés szerint, és küldeném is. Ja. Nem tudom pontosan, hogy lehet közelebb itt tippelni. Egyetértek. Egyrészt ugye itt most az összes tetőnek, vagy összes tető ilyen palatető, tehát az simán lehet, hogy itt lesz ottában amúgy. Használhatjuk. A sokszínes fedő az is egy déli meta amúgy. Minél több van, és minél színesebbek, az Trondheimtől délre elsősorban. A téli felvétel az szintén egy Illandett meta, nagyon gyakran, úgyhogy nekem az is tetszik, és simán vannak ilyen hegyek, tehát ez amit mondtam is, hogy ugye itt az elég magasan is mennek utak, szerintem simán lehetünk itt ebben a régióban, úgyhogy ezt én be is küldöm. Ja. Mikor lesz a kövi live? Csütörtökön, és aztán pedig szombaton. Na, úgyhogy ez egy elég jó vibe volt, majdnem a jó úton vagyunk. E6 mentén. Szokásos. Stay streak 1. Igen. 24-es copyright. És hát ez... És átlagos. Szintén átlagos. Ja, full átlagos. Szerintem amúgy ne is töltsünk ezzel a körrel sok időt, mert ez szerintem ugyanolyan, mint az előző. Téli felvétel, 24-es copyright, standard dolog, itt most nincs kuka ugyan, de ez megint ez az Illandett lottó, szerintem.
és az megint telemark. Tehát ez megint ez a 50-50, amiről meg az előbb igen. beszéltünk. Oké. Okay. Jó, na ez már érdekesebb. Itt van pöttyözés. Van pöttyözés, igen. Van pöttyözés, nagy sziklaképződmények. Jó, itt van minden. Ez iszki lesz. Minden. Aha, 22-es, úgyhogy azt nem lehet használni. 22-es. Fekete bolát, ami Trondheim környékén, illetve jelentkezhet fentebb is. Bárhol, igazából. Csak 90% Ólesund és Trondheim között. 90% Ólesund Trondheim között. Felálltunk egy lokot egyébként eléggé fent is talán. Igen. Max meg is eléggé lent is. Max délen is volt. Nincs rovátka az úton. Uh-huh. Úgy látom. Igen. Úgyhogy én hát ezekkel az elég hegyes hegytetőkkel elég éles csúcsos hegytetőkkel inkább közelednék Ólesund felé, mint sem maradnék Trondheimnél, úgyhogy valószínűleg Kristiansund szerintem ott, hogyha találunk egy lájnoló fjordot, akkor az... Igen, éppen keresem. Én szerintem ezen vagyunk, az E39-esen. Uh-huh. Én nem tudom, 80% biztos vagyok benne. Tehát ugye egyrészt az a pöttyös, az is ugye déli meta. Uh-huh. Fekete bot, oké, okay, megbízom benne, vagy nem, de az is jó ide. Uh-huh. Ezek a hegyek, amiken már a tetején nincsen fa, ez már itt elkezdődik Ólesund környékén, uh-huh. ugye a szigeteken. Uh-huh. Szerintem simán lehetünk itt. A másik opció az nyilván ez a Moirana rész a hegyek miatt, tehát ez az ezüstös hegy cucc miatt, amit uh-huh. mondtam. Főleg, hogy azért elég élesek ezek a hegyek, tehát egy kicsit félek attól, hogy valahol itt lesz Bodő környékén. Uh-huh. El tudom ott is képzelni, hogy itt valahol az E6 mentén vagyunk. Tudja, hogy zöld autópályán vagyunk, az ugye uh-huh. a pöttyös cucc miatt is uh-huh. megvan. De nekem tetszik amúgy az Ólesund, és bízzunk meg a fekete botokban, tehát szerintem, uh-huh. szerintem az fontos, hogy ha most tanultunk egy metát, akkor próbáljuk ki. Én azt uh-huh. nézem, hogy hát, tehát tőlünk délre van a víz, szóval például itt délre. Működik. Aha, az ott lehet, hogy ja. ott jó is. Esetleg még itt is jó lehet. Aha. Úgyhogy próbáljuk ki, és maximum megint találunk egy ellenpéldát a fekete botra, de nem működött amúgy, csak Ólesund alatt voltunk. Uh-huh. De jó a state, és ugye látszik, hogy az E39, tehát jó úton vagyunk technikailag, uh-huh. És működött a fekete botos meta is, meg a pöttyös útszél meta is, a copyright uh-huh. is. Úgyhogy ez egy tök jó helyszín volt, ennek örülök ennek a helyszínnek. Na, ez jobban sikerült, mint az előző. Figyelj igen, csak, van még energiád még egyhez, és aztán közösségi igen. játék? Igen, már ügyet. Jó, de szerintem ez sokkal jobb volt ez a seed, kár, hogy nem kaptunk északit, de igen, ez egy jó igen. seed volt, és amúgy az is látszott, hogy nézd meg a két telemarki helyszín egymás mellett. És mennyivel így... különböző igen. volt a megjelenése. Streak gyilkos telemark. Oké. Okay. Na, ezek azok a location-ok, ahol azonnal a kukát keresem. Amúgy, de itt most nincs egy darab se, szerintem. Eléggé városi. Uh-huh. Fehér házak. Hoppá, ott a távolban az egyik csúcs már kilátszanak. Igen, de lehet, hogy az itt most be fog bételni. Van ez uh-huh. a kőfal cucc is. Van ez a kőfal is, igen. 23-as copyright. 23-as. Tehát szerintem az ezüstös cucc az kamu. Most itt leginkább partvidékre húz. Igen. Igen. Mégpedig a hát szerintem a legnyugatibb részére az országnak ilyen Bergen környékén. Stavanger, Bergen. Igen. Oké. Okay. Én ide gondolnám. Mhm. Uh-huh. Mit jó. látunk még? Én szerintem egyébként ez inkább itt lesz.
Inkább déli. Aha, szerintem inkább déli. Itt vannak ezek a fenyők is, ami a Lutz fenyő, nem a másik fajta fenyő, ami inkább Rogaland. Meg a kőfal az így Max Bergenig, vagy hát így jó, oké, előfordul, de sokkal gyakoribb itt délen. Tehát nekem ez, én ezt így Agderbe lerakom, mi ez a megye itt. És így meglátjuk, hogy mi lesz. De kb. Ennyi egyébként ez a kör, és hogy úgy ott is szerintem ez végig ez a lucfenyős cucc. Szóval szerintem ez valami ilyesmi lesz. Lehet az is, amit te mondtál amúgy, tehát így ez a nyilván itt valahol, így. Azon belül. Igen, igen, igen. Tehát nem lepne meg, hogyha ha ott lenne, de szerintem ez a kettő valamelyike. Most hasznos lenne a kuka egyébként, de sajnos nincsen. Sajnos nincs sehol. Nem, én sem láttam. Na melyiket rakjuk? Mit mondasz? Rakjuk a kettő közé egy Stavangert? Hedgenek, igen, igen. Jó. És tényleg Bergen, neked volt igazad. Na, ha láttunk volna a szürke kukát, akkor az már rögtön ide itt van. Igen. Na, szép volt, jó, jól megvájboltad. Na, itt köszönöm. Van kukánk. Okay. Itt dupla fedők vannak. Szerintem nem. Nem? Nem. Akkor rosszul láttam. Bordó fedő van, ami a meta, de nagyon nem hasznos. Uh-huh. Itt is látszik ez a bordó, ez nem olyan jó. Uh-huh. Oké, hát itt kőfal van. Almafa meta. A szabadon álló almafába is bízni kell, vagy ültetvénynek kell lenni? Nem bíznék benne itt, azt hiszem. Jó. Szerintem nem. Egyébként én belelátnám, hogy ott, amit néztünk az almafás fjordtól, mondjuk úgy Haugesund irányába lejjebb délnyugatra. Hogy? Délnyugatra, abból a kis... Ja, hogy ide? Aha. Igen. Nem tudom, hogy kell kiejteni. Jó, csak összekevertem másikkal. Ide raknád? Igen, miért is ne bíznék meg az almafákba? Ezek úgy látszik, hogy nem feltétlen telepítettek, és meg is terem rajta a növény. Ez vicces, nem is láttam még ilyet amúgy. Úgyhogy valami olyan helyen kellene ennek lennie, ahol valamilyen szempontból nem hűl le annyira a levegő. Jó. Majdnem biztos, hogy benne nincs itt. Mert a kukák nem stimmelnek. Ugye erre pont, erre a városra nem mondtam, mert tehát ugye itt van alatta a türkisztető. Ott van a türkisztető. De itt meg zöld minifedő kéne, hogy legyen, és az nincsen. Szóval majdnem biztos, hogy benne, hogy nem ott vagyunk. Én ezt is Agderbe tenném, tehát így Krisztián szant köré. De... Egyébként a csupasz szikla, sziklák miatt is. Ami ott van, az délre én elhívném, hogy igen. Meggyőzni engem egy perc alatt, hogy ez ott van. Igen, elég sok a fehér ház, bár egyébként nem csak az van, szóval nem csak az. Nem biztos, hogy abban megbíznék itt, de ja, ez én ezt ide tenném. De próbáljuk ki, most bízom a te megérzésedben. Lehet most nem kellene. Oké, ez meg csak oszló. Jó formán. Oké. Nem baj, nem olyan rossz. Oké, ez viszont elég rossz. Nagyon nagy város. Nagyon nagy város, délre. Uh-huh. És nagyon formás hegyek. Igen. A háttérben. Nincs itt valami? Nincs. Eléggé sziklás. Ez elég nehéz. Nem annyira gyér a növényzet, úgyhogy... Az nem működik. Azt mondom, hogy mi működik itt? Melyik város, melyik nagyváros? Bodő... hát délre van tőlünk. Nem annyira működik. Lehet, hogy Moirana jó amúgy. Moirana, ugye, viszont ugye a hegyek... Áttérben. Tehát egyrészt az őszi coverage is oda visz,
Nagyobb hegyek viszonylag már kezd élesedni, tehát így azért gondolkodtam, hogy Lofoten körül kezdek el keresni, mert lehet, hogy ott van. Az első ötletem egyébként nekem Trondheim volt, már a város mérete miatt, de szerintem az nem működik, ott nincs, talán nincs ekkora hegy körülötte. Nincsenek ilyen hegyek. Aha. Meg így szemből nem látunk el odáig, tehát azt szerintem nem működik. Aha. Moirana lehet, hogy működik, és itt van is város a túloldalon. És az jó az őszi coverage-el is. És kb. Ennyi. Tromsø. Azt írja Balázs, hogy Tromsø, de szerintem nem Tromsø. Tromsø. Mert ott nem itt van a nagy hegy, hanem a túloldalon. Meg hát a város az ugye a déli részén van a cuccnak, mi meg most délfele nézünk, tehát szerintem az nem működik. Oddát írja valaki, de Oddánál meg nincs ilyen víz szerintem. Várj, ez Odda, amire én gondolok. Hol van Odda? Odda. Nem tudom. Mindegy. Végül lehet, hogy a között van a megoldás. Megpróbáljuk ezt a Moiranát, mit gondolsz? Nem nyert Bergen. Oh, makes sense egyébként. Nézzük meg újra. Ja, egyébként ezt még mondtam is, hogy a hegyek körbeveszik a várost, de érdekes. Nem, ez nekem nem üvöltötte, hogy Bergen. Én nem tudtam, hogy ilyen formájú hegyek vannak ott. Nem tudom, hogy fogja nézni a túloldalról. Vagy mondjuk ezt a fotoszfírt nézzük meg. Jó, hát így mondjuk, igen, ezt így most már látom. Igen. Nem jutott eszembe. Nem is gondolkodtam délben egyébként. Csak éjszakban gondolkoztam. Tough. Oké. Ez egy átlagosabb kör. Egy átlagosabb kör. Ja, ezeket nem szeretem. Nagyon nehezek. Hát sajnos megint nem. Van valamennyi. Van valamennyi, de nem bíznék benne. Nem számottevő. Rozsda is van. Sziklás is. Egytető. Eléggé szürke. Folyó. Ja, folyó. Már ez talán inkább túl amúgy. Inkább, aha. Ez lehetetlen szerintem. Nem nagyon vannak. Hát mondjuk van fenyő. Van fenyő, de van nyírfa is. Fűzfa van, vagy mi ez? Ez nyírfa? Nyírfa, aha. Igen. És több van belőle. Több nyírfa van. Van páfrány meta, de nem emlékszem. Az valami déli meta, ha jól emlékszem. De nem emlékszem, és azt hiszem, hogy nem is pont így néz ki, hanem ilyen barnás színekén legyen. Aha. Eléggé mixed, mixed az adó. Ez ilyen nagyon átlagos norvég kör, és fogalmam sincs, hogy ezt hol kell tenni. Van robátka, amúgy nem is kevés itt amúgy. És egyébként, tehát a nyírfák, meg úgy általában a lombhullató dolgok azért inkább éjszakra visznek. Viszont nem őszi. Nem őszi, az igaz. De lehet, hogy egy ilyen Trondheim Hedge-et raknék emiatt. Egy Trondheim Hedge. Mert az még jó ugye a rovátkáknak is, jó a rozsdás szalagkorlátnak is, és ott kezdődnek a lombhullató fák gyakran, a hegyeknek a mérete is jó, de tehát szerintem nem egy rossz call itt a Trondheim. De amúgy ötletem sincs, hogy ezt hova kell rakni. Ez nehéz egy kör. Felkiáltja a DC a parancs a Discordhoz. És elvileg működnek a linkek. Nem tudom, hogy ez... Alta környéke? Biztos, hogy nem. Nem tudom, hogy ez lehet-e Telemark környéke. Lehet. Simán lehet. Simán lehet. Megrakhatjuk azt, ha szeretnéd. Errefele el tudom képzelni. Itt rengeteg ilyen erdőn átmenő út van, látszik is, ahogy itt kanyarog. Vannak simán ekkora hegyek. Talán nincsen
fenyő elég hozzá, de azért ott van egy-kettő, szóval el tudom simán képzelni. A rovátka nem jó oda viszont, vagy hát az akkor egy kivétel lenne. Tudjuk, hogy nem szabad 100%-osan megbízni benne, de az az egy, ami onnan elvisz. Megtippeljük tele Markot? Tippeljük, és Max kicsit sírunk, hogy jó. Nem maradtunk. Na, Agder volt. A déli vibe-od megvolt itt, az szép amúgy. És itt ez most lehet, ez egy olyan FV-s út, amiről beszéltem, hogy ezeket nem lehet megtalálni. Aha, tehát itt az útnak a nevére van írva a száma, és ez nehéz. Jó, ez egy jó call volt, ez a telemark. Nem kaptunk északi helyszínt, ami csalás. Hát ez igen, így unlucky. Jó, 20-as a copyright, úgyhogy semmi. Copyright. Eléggé. Nincsen rovátka. Nincs. Van korlát. Mohát nem látni. Ugyanilyen kis nyírfás történet. Ez már számíthat ősznek. Látom, hogy kicsit már, mint hogyha sárgulna. Ez biztos, hogy ősszel készült, de a táj maga az nekem nem kiáltja nem, ezt. Nem kiáltja azt. Nagyon lapos minden ahhoz. Tehát én ezt raknám oda, ahol az előbb voltam. Ugyanoda, ahol az előbb. Ja. Hát, ja, annyi, hogy talán, mintha ilyen kicsit gyérebb a dolog, mint amit ide. Tehát itt általában tök dús erdők vannak. Tök dús. És ez most annyira nem tűnik annak valahogy. De lehet, hogy csak az ősz cucc miatt. Hát itt a szembe parton kevésbé tűnik dútnak a növényzet. Ja. Úgyhogy emiatt egy picit félek, de ugye rovátka nincsen, copyrightot nem tudunk használni. Szóval el tudom képzelni, hogy itt lesz valahol. Jó, én egyetértek ezzel a hasonlóan a legutóbbi tipphez. Finnmark, biztos, hogy nem Finnmark. Jó, próbáljuk ki ezt. Na, nice. Szép. Szóval szerintem az azért látszódott most, hogy azért nehéz ez az ország. Tehát van olyan, amikor van valami free dolog, vagy valami olyan, amit elmondtam most a metákat, és akkor azért rögtön egy tök jó tippet eredményez, de nagyon sokszor van 50-50, akár az ország különböző pontjain is, és hát annál sokkal jobban el kéne mélyülni, ilyen talajszíneket nézni, meg ilyeneket, hogy pontosabbat lehessen tippelni, meg ami ugye nagyon segíthet az, hogyha line-upolod azt, amit látsz. És ahhoz rengeteg rutin kell. Például Debre azért jó Norvégiában, mert ő nagyon jól tudja azt, hogy mi az a formáció, amit a térképen keresni kell. Tehát látja a vizet, és le tudja térképezni fejben, hogy mi az, ami a mintázata lesz annak, amit lát. És az például egy erős skill, amit Norvégiában lehet használni. És azok a meták, amiket meg elmondtam, azok inkább ilyen, ha éppen van ilyen a képernyőn, akkor sokat segít, mert akkor ingyen van. Így működik. Ja, hát a rekordomat nem döntöttük meg most ezzel a tudással, ami ez mennyi, amúgy 18.958, ez még elég jó. Mi volt ez a szint? Á, de itt van tábla. Szóval ez csalás. Szóval azért lehet nagyokat menni Norvégián, de nagyon sokat kell gyakorolni, meg sokat kell tanulni ezeket a metákat, amiket most összefoglaltunk. Viszont egy ez így összegében is nagyon hasznos volt. Hát remélem, hogy tetszett, meg tényleg próbáltam kiszűrni azokat a dolgokat, amik így nem annyira hasznosak, vagy nagyon nisek, vagy ilyen nagyon extrémek, mint az ilyen kukameteknek a 80%-a, és próbáltam azokat elmondani, amik vagy a kultúrában kicsit betekintést nyernek, vagy pedig olyan földrajzi dolgok, amik alapján lehet azért tippelgetni. És aztán maximum nem ott lesz. Na hát Rokko, nagyon szépen köszönöm, hogy partnerem voltál ebben a prezentációban. Nyomjunk egy kis közösségi játékot, arra már kilépek tőled. Jó, rendben. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Köszi szépen, hogy itt voltál. Aztán majd legközelebb, meg hát várjuk azt is, hogy esetleg egy jó rossz antennás
előadást tarthatsz nekünk esetleg Hát valamikor. az oroszból lehet később és előbb a Mexikóból. Azt is nagyon adom, Hát azt is nagyon adom. kicsit már Szerintem úgy nagyon érzem, sokan örülnének neki. kicsit úgy érzem, hogy a Mexikó az már olyan szinten biztosabb, hogy azért Mexikóban nem nagyon lehetnek olyan tévedések, hogy 6-8 ezer kilométer különbség van Aha, a aha. két gondolat között. Úgyhogy ugye Jó, esetleg várjuk. azt hamarabb. Várjuk, De várjuk. orosz, hogyha orosz is lehet majd később, hogyha arról Jó, van szó. jó. Na, köszönöm szépen még egyszer. Szép estét Én is neked. köszönöm, szép estét. Hello, hello. Hello.